nemzetpolitikai államtitkárság most már egy-két évvel a testvértelepülési kapcsolatrendszer támogatásánál a megyéket is támogatja, éppen egyébként a Tolna megyei példa miatt. Potárpi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár arról beszélt egy konferencián, hogy Hargita és Tolna testvérmegyei megállapodására többek között azért volt szükség, mert sok székely ember él Tolna megyében. Ez a testvérmegyei kapcsolatrendszer személyes barátságokon keresztül alakult ki, illetve az emberek ismerettségén, rokoni kapcsolatokon keresztül, mert Tolna megye lakosságának egy jelentős része erdélyi, illetve bukovinai székely. A nemzeti összetartozás fontosságát hangsúlyozta Orbán Attila, a Tolna megyei önkormányzat közgyűlésének alelnöke. Tudatosan fogom kerülni majd a köszöntőmbe a vendégszót, mert nem vendégekként tekintünk rájuk, és nagyon fontos az, hogy tudatosítsuk azt, hogy testvérek vagyunk, mi összetartozunk, és hát kerüljük az olyan fogalmakat is, hogy határon innen és határon túl, mert bizonyos értelemben mi egy nemzet és egy nép vagyunk. Idén tavasszal Hargita megyében rendezték meg a két megye közötti első együttműködési konferenciát. Az akkor megbeszélt projektek folytatásában bízik Kolozsvári Tibor, a Hargita megyei önkormányzat megyei tanácsosa. Reméljük, minden okunk megvan rá bízni abba, hogy az eddig elkezdett projektek sikeresen tovább fognak menni az élet minden területén. Kiemelt fontossága van számunkra a szakoktatásnak, a gyermekek képzésének, egy sport hasonlattal élve az utánpótlás biztosításának. Az együttműködés során közel 100 000 diák vett részt a Határtalanul programban. Ennek keretében magyar tanulók állami támogatással osztálykiránduláson ismerkedtek meg a szomszédos országok magyar lakta területein élőkkel. A testvérmegyei programok megvalósításához a kormányzat is támogatást nyújt. Több mint 250 millió forintra lehet majd pályázni a testvértelepülési programok megvalósítására.